Jó, akkor a következő, hát egy órában körülbelül. Ja, viszont akkor a tiédről fog menni majd a vissza. Jó, akkor majd a hangot visszacsereberéljük. Jó. Most ebbe kapcsolatom a hangot. Jó, visszajelzést kérni kollégáinktól, hogy hallanak-e. Igen, jó. Köszönöm szépen, mert itt a hanggal próbálunk, hogy a két gép ne rezonáljon be egymás mellett. Kati, téged jó. Kicsit hang, de hallunk. Nálam jó. Köszönöm szépen. És látszik az előadás is, úgyhogy... És látszik az előadás, mindjárt megnyitom nagyba is. Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor a következő egy órában egy picit ígértem, hogy esettanulmányokat is fogok hozni, és egy picit így levisszük ezt az energia takarékosságot, meg az energiával való intézkedéseket tényleg a gyakorlat részére és a mindennapokra. Ezzel szeretném folytatni, de még előtte én azt gondolom, hogy nem mehetünk el amellett a tény mellett, ami ugye a szerdai előadásból is jött, hogy az energia rendszereink átalakítása és átgondolása, ugye két fő motiváció van erre. Az egyik az, hogy a jelenleg használt fosszilis energiaforrások ugye végesek, és ezeket nem tudjuk akár meddig felhasználni. A másik nagyon erős motiváció pedig az a tény, amit azt gondolom, hogy nagyon jókor van ez a képzés. Ma reggelre nálunk 12 fok van Kaposváron, délutára 17 fokot mond, és január 22-e van, és 5 nappal ezelőtt mínusz 8 fok volt. Nem mondom, hogy ez egyenes arányban van természetesen a klímaváltozással, viszont a klímaváltozásról szeretnék egy pár olyan diát mutatni, amelyek már tényként kezelhetőek, és azt gondolom, hogy azért nem sokan vannak, akik ezeket a tényeket már megkérdőjelezik. A kolléganőmet kérem, hogy tudunk-e olyat, hogy én közben lássam a résztvevőket, mert ez engem zavarni szokott, hogy itt nem látom. Sajnos így ebben a teljes képernyőben nem. Nem tudunk? Jó. Akkor ezt ide tenni. Jó, legalább két képernyőn akkor itt mindenkit tudok látni. Amellett a tény mellett sem tudunk teljesen elmenni, ami aktualitás, ugye, hogy tegnap előtt ugye beiktatásra került az új amerikai elnök, akinek az első intézkedései egyike az, hogy a párizsi megállapodáshoz visszacsatlakozik az USA a reményeink szerint, és így most már az USA sem lesz az az ország, amelyik tagadja akár a klímaváltozás tényét, akár ugye politikailag nem csatlakozik ehhez a globális egyezményhez. Na, most az enyém nem akarja lefelét. Jó. Probléma felvetésnek három dolgot írtam ide. Itt hagyok egy kis időt az olvasásra. Itt megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozás, vagy a biodiverzitás csökkenés szinte fejfej mellett haladva azt gondoljuk, hogy a kettő együtt és egymással természetesen összefüggésben okozza, illetve a legnagyobb környezeti problémák, amelyekkel most az emberiségnek szembe kell néznie. Most a kettő közül a klímaváltozásról hallunk sokkal-sokkal többet, azért ne feledkezzünk el a biodiverzitás csökkenéséről sem. Ugye jelenleg a hatodik fajkihalási hullámban élünk, amely sokkal gyorsabb és sokkal nagyobb, mint a nekem is, ugye fiaim vannak, nagyon szeretik a dínókat, meg ezt a korszakot. Tehát a legutóbbi fajkihalás, ugye, amit ismerünk, az akkor volt, ez most valami ezerszer gyorsabb és sokkal nagyobb hatású, úgyhogy erről se feledkezünk meg, de ez mostani témánkat nem érint, úgyhogy most a klímaváltozásról szeretnék egy pár tényt bemutatni.
A széndioxid koncentráció növekedése a légkörben az egy olyan tény egyébként, egy olyan tényadat, amelyet ma már nehéz megkérdőjelezni. Itt nagyon rossz minőségű diagramot találtam, azért ilyen homályos, viszont ez az egyetlen, ami 2020-ig is mutat. Ugye itt 2019, majd lesz egy olyan ábra, 2019 májusában értük el ezt a 415 ppm-et. Ugye ez a ppm, ez a part per million, tehát a légkörben a széndioxid koncentráció, a széndioxid mennyiség, hogy hány darab széndioxid molekula van, ugye 1 millió légköri molekulában, ezt mutatja ez a mennyiség. Itt a bal oldalon látható a ppm, és itt az évek láthatók alul. Ahonnan ez származik, ez a Mauna Loa Observatory, ez Hawaii-szigeten van, és ezt tekintik az etalonnak, hogy úgy mondjam, a légköri széndioxid koncentrációt itt szokták mérni, és ezt hasonlítják ugye évről évre össze. Itt van igen pont a következő, 415 ppm-et elérte akkor 2019. május 3-án. Nyilvánvalóan a légköri széndioxid koncentrációnak van egy éves periodikus változása, meg évenként is különbözően változik. A lényeg az, hogy ezt a 415-öt, amit május 11-én még tovább emelkedett egy pár tized ppm-mel, és itt pedig egy olyan összefüggésével látható a dolog, hogy a történelmi időkre visszatérve, tehát itt az X-tengelyen az az év ezredeknek a láthatóak, tehát visszamenőleg. Hogy honnan tudják visszamenőleg, ugye a sarki jégrétegekből vesznek olyan mintákat, ugye a több méteres jégrétegekből, amin a jégben lévő, levegő buborékokban lévő széndioxid koncentrációból lehet ezeket kikövetkeztetni és egész pontosan visszamérni. Ugye ez egy nagyon érdekes ábra, mert itt ugye látható, hogy az utóbbi években ugrott meg jelentősen, de itt a lényeg az, hogy gyakorlatilag még az emberiség történetében soha nem volt ilyen magas ppm koncentráció széndioxidot tekintve a levegőben. Ugye itt szokták mondani, hogy igen, földtörténeti korszakokban, mikor a dinók éltek, mondjuk valószínűleg magasabb is volt a hőmérséklet, igen, de akkor nem élt ember, tehát ez most a mostani gazdaságunkat és az emberiséget ugye jelentősen befolyásolja az, hogy mi várható. Az átlag hőmérséklet emelkedését okozza ugye a széndioxid koncentráció. Itt már nagyon lecsökkent, tehát konkrétan nincs olyan kutató, aki a kettő között tehát a kettő közötti egyértelmű okokozati összefüggést cáfolná. Tehát a légköri széndioxid koncentráció nem önmagában, hiszen a légköri átlag hőmérséklet nagyon sok tényező okozza, ugye, hogyha ez nem lenne egyébként ez az üvegházhatás, akkor 15 fokkal lenne hidegebb, tehát nem szeretnénk egy olyan világban élni, ahol nincs meg ez az üvegházhatás, viszont ezt az üvegházhatást fokozza ugye a légköri széndioxid koncentráció. Nem ez egyébként a legnagyobb, hiszen a vízpára, ami egy természetes légkörben lévő anyag természetesen, ez okozza egyébként a vízpára okozza a legnagyobb üvegházhatást, de abban ugye periodikus és természetes változások vannak, míg a széndioxidban egyértelműen kimutatható az emberi tevékenységnek a hatása is, az emberi elsősorban ugye a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó nagy mennyiségű széndioxid és egyéb üvegházhatású gázok, hiszen azért ne felejtsük el, hogy amíg a széndioxidnak ugye lesz majd egy ilyen ábrám, egyes az üvegházhatást okozó potenciája, addig például a metánnak 4 és egyes halogéneknek pedig több 10-100-szoros üvegházhatást okozó potenciája van. Tehát nem csak a széndioxid, de összességében az emberiség kibocsátásából mégiscsak a fosszilis tüzelőanyagok által okozott széndioxid koncentráció növekedés az, ami a leginkább mérhető és nyomon követhető. Itt a jobb oldalon látható, hogy melyek azok a
mértékadó szervezetek vagy kutatóintézetek, akik mérik ugye ezt az átlag hőmérsékletet. Látható, hogy némi különbség ugye van az egyes mérések között, de a tendencia az egyértelmű. Az is látható, hogy azért itt nem tudom én 10 fokokról beszélünk, hanem ugye félfokos skálán látható az Y-tengelyen, hogy hogyan változik ez a hőmérséklet növekedés. A minden mérés szerint túl vagyunk az 1 Celsius fokos globális átlaghőmérséklet növekedésen, és jelenleg az emberiség egy ilyen 4 Celsius fokos pályán mozog. Tehát, hogyha nem változtatunk ezeken a mostani rendszereken és a mostani kibocsátáson, akkor ez nem fog megállni 4 Celsius fokig. Minden törekvés ugye arra irányul, hogy ez ne menjen ugye a párizsi klímamegállapodás szerinti 2 zárójel lehetőleg 1,5 Celsius fokos növekedésen. De ugye 1,5-ből már egyet elértünk, tehát ez... Itt tartunk jelenleg. 2020-as évről ugye azt lehet elmondani, hogy a legmelegebb volt, és a globálisan 2020 szeptemberre volt a valaha mért legmelegebb szeptember. 81-2010 átlaga, itt most nem tudom miért október, azon gondolkodtam el egy pillanatra, de 81 és 2010 átlagához képest mintegy 0,6 Celsius fokkal volt melegebb. Ugye ezek ilyen apróságnak tűnnek, ha most kimegyünk az, hogy most éppen 10 fok van, vagy 10,6 fok, hát olyan nagyon nem érezzük, és nem olyan lényeges változás. Azért globálisan nyilvánvalóan az átlag hőmérséklet olyan folyamatokkal van kapcsolatban, ahol már ekkora hőmérséklet növekedés is vagy jelentős változást okozhat. Ha most csak arra gondolunk, hogy ugye egy fokkal magasabb hőmérsékleten már azért a jég az elkezd olvadni, akkor így nem fokozom tovább. Tehát azért ez globálisan ez jelentős lehet, ez a 0,6 Celsius fok. Itt pedig ugyanez az anomáliákra vonatkoztatva, ugyanerre az időszakra, tehát 80 és 2020 között az hőmérsékleti anomáliáknak a száma, a havi hőmérsékleti anomáliáknak a száma látható. Tehát, hogy a nulla az az átlag, az 1980 és 2020 közötti átlaghőmérsékletnek az átlaga, az a nulla vonal, és az ettől való pozitív vagy negatív eltérést ugye kékkel, illetve pirossal lehet látni. Látható, hogy 2000 után már szinte csak piros anomáliák vannak, tehát a normáltól már csak pozitív irányban térünk el, negatív irányban csak 2000 előtt látható volt. Az alsó ábra pedig Európának a felszíni hőmérséklet, átlaghőmérséklet anomáliáit mutatja ugyanebben az időszakban, és ezek egyébként ebből a Copernicus EU intézetnek a honlapjáról tölthetők le ezek az ábrák. Ez is globálisan azt mutatja, hogy emelkedik az átlaghőmérséklet. Hú, ezt most nem biztos, hogy el fog tudni így indulni. De. Talán? Oké. Okay. Jó, ez az 50-es évektől mutatja megint csak a globális átlaghőmérséklet növekedését. Itt azért felhívom a figyelmet, a bal oldalon látható a kis ábra, és majd esetleg még egyszer elindítom, hogy azért ez ilyen 1-2 fok, tehát hogy ugye nagyon látványos, hogy a kékből átmegyünk a pirosba, azért ezt nem úgy kell érteni, hogy most akkor az megint nem tudom én 10 fokos átlaghőmérséklet növekedést mutat, esetleg elindítom még egyszer, hanem ugye ez a nullától, és akkor ez a plusz 1, és akkor a plusz 2-ig érünk el. Az is látható, hogy ugye nagyon különbözik a globálisan, tehát ugye a globális éghajlat azért is alakult át, ugye globális felmelegedésnek hívtuk régebben, klímaváltozásnak hívjuk, ugye nem mindenhol egységesen fog változni, növekedni az éghajlatnak az átlag hőmérséklete, hanem eltérően különböző térségekben más és más hatása lesz.
a klíma inkább változik, és ezzel együtt az úgynevezett éghajlati szélsőségek fognak változni és megnövekedni, amihez ugye alkalmazkodnunk kell egyébként. Tehát ugye változás az alapvetően földtani értelemben mindig van a klímában, nem mindegy ennek a ez milyen gyorsan következik be, és nem mindegy, hogy hogyan tudunk ez mi emberiség, meg az emberi gazdaság alkalmazkodni. Jó, itt még egy újabbat találtam, és ez jobb minőségű is. Ez a 2020 május, ahol viszont a 417 ppm-et elérte, ugye ez a bizonyos széndioxid koncentráció. Nyilvánvalóan ezt a kutatók nézik, tehát ez most ugye annyira számunkra nem érdekes, de az ez értelme, a tendencia az látható. Jó, szerintem ezből lesz érdekesebb is. És akkor megint ez egy ilyen történelmi, ugye a különböző jég korszakoknak a változása, és a széndioxid koncentráció az egyes jégkorszakokban. Ugye itt egyébként érdekes módon a 80-as években, még mielőtt a klímaváltozás, és akkor még ugye a globális felmelegedésként hívták ugye a 90-es években, még mielőtt ez bejött, előtte olyan hangokat lehetett hallani, hogy ugye jön az újabb jégkorszak. Mert ugye abból a koncentráció változásból és a periodikusságból akár az is jöhetne, hogy jön az újabb jégkorszak. Hát most nem az újabb jégkorszak jön itt láthatóan, hanem éppen az ellenkezője. A következő ábrán az látható, ezt egy picit már azért érintettük a szerdai napon, hogy előrefelé hogyan, milyen előrejelzések vannak. Tehát ugye körülbelül ott vagyunk most, ugye 2020-nál, ott van, hogy mekkora ez most itt megatonnában kifejezett széndioxid egyenérték, millió tonnában széndioxid egyenértékben van megadva, ez az MTCO2-e, ez ezt jelenti, és milyen csökkentést kellene elérnünk ahhoz, hogy egyébként ne a klímaváltozás felé menjünk, hanem akár ezeken csökkenteni tudjunk. Itt látható, hogy a 40%-os csökkentés, a 20%-os kibocsátás csökkentés az szinte még láthatatlan eredményt hoz. A 40-80-95%-os csökkentés, amit ugye tervek szerint az EU meg Magyarország is szeretne elérni, az már hogyan befolyásolja a széndioxid kibocsátást, és ezzel együtt ugye a klímaváltozást. Hát itt az adatokban nem gondolom, hogy annyira bele kellene bennünk, ez ugye most kilotonnában a széndioxid ekvivalens. Nagyon nehéz, mert bármilyen forrást nézünk, minden forrás ugye más, hogy adja meg, mondjuk a széndioxidot még hagyján, de az előbb, amit a Tamás is említett, ugye az energiát. Itt látható, hogy a bázis évhez képest a 2018-ig hogyan csökkent a széndioxid kibocsátás. Itt a bázis év az Magyarországra, ugye ez a 89-es adat. A táblázatban pedig azokat az üvegházhatású gázokat soroljuk fel, amelyek ide tartoznak, és amelyeknek van ilyen hatásuk. Ezek közül, ugye, amit mondtam, a széndioxid az az egyes, tehát az az etalon. Ehhez képest nézzük a többi üvegházhatású gáz potenciáját a széndioxidhoz képest, és itt láthatjuk, hogy azért ezek a különböző halokarbonok, halonok és fluorral vegyített szerves anyagok, azoknak óriási potenciája van. Ezért van az, hogy bizonyos hajtógázokat már kivezettek a forgalomból, és megpróbálják olyannal helyettesíteni, olyan fluorozott, klorozott szénhidrogénekkel, amelyeknek kisebb az üvegházhatású gáz potenciáljuk, elég lényeges a különbségek között. Ugye ezeket különböző klímaberendezések, hűtőgázaként ismerjük,
hűtőgépekben lehet ezekkel találkozni, és valahol rá is van írva, illetve tehát rá is kell, hogy írják, hogy milyen gáz tartalmaz. Amikor vállalatokkal dolgozunk együtt, és ezeket próbáljuk számszerűsíteni, hogy mennyi az adott évben az elszivárgó, különböző üvegházhatású gázoknak a mennyisége, akkor ezt igazából csak onnan tudjuk, hogy mennyi a feltöltött mennyiség. Tehát nem tudjuk mérni, nem tudják ezt figyelemmel kísérni, hogy mekkora mennyiségű gáz szivárgott el, azt tudjuk figyelni, hogy mekkora feltöltésre volt az adott évben szükség. Hát akinek van autója és klímája, azt tudja, hogy ugye a klímát is fel kell tölteni, abból is ugye eltűnnek ezek a üvegházhatású gázok, amelyek segítenek nekünk a klímában. Egy 2019-es adat az ősz szén-dioxid kibocsátásról, ami az egész földet érinti. Itt a pöttyöknek a nagysága az azért azt mutatja, hogy kinek mekkora a hozzájárulása ehhez. Hát szerintem Magyarországot nem is látjuk, ott egy mini pöttyünk van. Azért láthatók, hogy melyek azok a térségek, akik a leginkább számosságát tekintve hozzáadnak ehhez. Persze sokkal finomabb képet ad, hogyha ezt ugye egy főre lebontjuk. És nem globálisan nézzük, hanem az egy főre vetített szén-dioxid kibocsátást értjük. Itt egy picit százalékosan is ugyanez az adat igazából. Azért itt látható, hogy Kína, az Egyesült Államok és az egyéb, amiben ugye az egyéb országok vannak benne, itt viszik a prímet ebben, és százalékosan ők adják. Ezért is nagyon nagy dolog, hogy Kína már a szén-dioxid kibocsátás csökkentés mellé állt, és most remélhetőleg a váltással az USA is e felé fog állni. A következményekről, hogyha nézünk egy picit, itt van egy belépőnk. Ahogy már említettem, ugye nem egyértelműen mindenhol az fogja ez jelenteni, ugye miért is baj az, hogy 10 fok van télen, hát ezt most nem fokoznám, mert nagyon sok következménye van azokon kívül is, amit itt látunk, tehát az egyenetlen csapadékeloszlástól kezdve a szélsőséges időjárási jelenségeken keresztül a mezőgazdaságra való hatás, azoknak az invazív fajoknak a térnyerése ugye ezen a szélességi körön is, ami eddig mondjuk csak délebre tudott megtelepedni, hiszen a téli tartós hideg az nem tette lehetővé. Akinek van kertje, vagy bármilyen mezőgazdasággal kapcsolatban, az pontosan tudja, hogy melyek ezek a fajok. De ha csak lakásunkban összeszámoljuk ezeket a szuper poloskákat, amik elárasztanak bennünket ilyenkor ősszel, és még télen is lehet belőlük találni, akkor azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy mikre gondolunk. Hát ezek is olyan következményei, ha nem direkt következményem, közvetett következményei a klímaváltozásnak, amikkel szembe kell tudnunk nézni, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Most kicsit megállt nekem a technika megint. Jó. És akkor egy olyan következmény, amit mi meg azt gondolnánk, hogy hú, de milyen messze vagyunk mi a tengerektől, és ez bennünket nem fog érinteni, hát fog érinteni, Magyarországot is érintheti ugye a tengerszintek változása, ami egyszerűen abból adódik, hogy csökken a jégtakaróknak a mennyisége, a gleccserek eltűnnek, ugye olyan képeket lehet látni, ahol a gleccserek visszahúzódása ugye pár tíz év alatt nagyon szépen sajnos látszik. A tengerszint emelkedése az sok országot már egészen konkrétan érint, sok ország pedig közvetetten fog ebből úgymond érezni hatásokat. Ugye ezek azok egy ilyen kis egyszerű ábrába, és akkor egy olyan, amiről kevesebbet lehet hallani, ez az olvadó permafrost például, ami ugye még talán általános iskolai oktatásból még talán mindenkinek megvan, hogy van az a bizonyos tundra, ami ugye az északi féltekén, ott a sarkör környékén
van, és ott egy állandó fagyott talajban a metán koncentráció felszabadulását okozza ez az olvadó permafrost, ami ugye láttuk, hogy 23-szoros széndioxid vagy klímaváltozás üvegházhatás okozó potenciállal rendelkezik, tehát ez megint csak meggyorsítja ezt a változást. Alapvetően ugye ezek a változások ugye nem önmagukban okoznak ilyen következményeket, hanem tényleg felgyorsítják, tehát az egyik következmény felgyorsítja a következő változást, és ezek ezért olyan veszélyesek és szinte kiszámíthatatlanok. Jó, ez, hogyha lesz időnk, akkor megnézhetnénk ezt a... Van vajon időre? Egy kicsi. Megpróbálom megnyitni. Ez, aki még ezt nem látta, én már láttam egy párszor, de szerintem elég jó pofa. Üdvözlöm Önöket a jövőben! Na 2050. szeptember 25-e van a Fenntartható Fejlődés Világnapja. Ez itt az Ózan időjárás percek kétdimenziós kiadása. Takács Nóra vagyok. Holnap a maihoz hasonlóan csapadékmentes, napsütéses, igazi forróságra van kilátás. A héten már a csillagászati ősz is beköszöntött. 50 évvel ezelőtt ilyenkor már szürethez készültek Tokaj környékén, de látják, mi maradt már az egykor üdezöld északi középhegységből. Nagyszüleink azt mondták, remek gyümölcs volt a szőlő, de ne búsuljunk, higgyék el nekem, a datolja is van olyan finom. Aki vízre vágyik, látogassa meg a Balatont, a Zalat orkolatánál még tartja magát a tavacska 12 cm-es vízállása. Ne sokat vacakoljanak, mert már csak korlátozott számban engedik oda a pancsolni vágyókat, és meg se próbáljanak illegálisan belugni, a Magyar Vízügyi Őrség szigorúan őrzi a területet. A tó helyén maradt mocsaras területen ma is erős moszkító invázióra kell számítani. Az előírásoknak megfelelően tegyenek meg minden óvintézkedést egészségük érdekében. Felhívnám továbbá a napozók figyelmét, hogy vigyázzanak, mert egész ősszel és télen 13-15-ös erősségű az UVB sugárzás a sérült ózonpajzs miatt. Védjék bőrüket legalább 170-es faktorú krémmel. Európára kitekintve láthatjuk, hogy újabb területeket öntött el a tenger. Az egykori Hollandia és Dél-Görögország lakói az alacsony népsűrűségű Norvégiába kaptak letelepedési engedélyt. A valaha volt hósíkságon kialakult öbölben, egyébként nagyszerű strandidő várható, az Adria hőmérséklete 33 fokos arrafelé. Akinek viszont nincs kedve fürödni, az tegyen egy sétát a csodás tájon, ne hagyják ki az elsüllyedt Velence vízből kilátszó háztetőit és tornyait sem. A Duna-Tisza közén ma 43 fok körül alakul a maximum. Ha árnyékra vágynak, Szolnoknál húzódjanak be a híd alá az egykori Tisza, ma már kiszáradt medrébe. Holnap valószínűleg egyébként megdől a szeptemberi melegrekord, ugyanis Szegeden már 44 fok várható. Az M5-ös sivatagi strádán autózók fokozottan figyeljenek, a viharos déli szél homokvihart kavarhat a Kecskemét Szeged közötti szakaszon. És még egy pillantás a teljes országra. Nos igen, meglehetősen kiszáradt a Kárpát-medence, milyen kár, hogy a 2000-es évek elején még nem figyeltek oda a fenntartható fejlődésre. Nekünk itt 2050-ben nincs is más választásunk. Köszönöm a figyelmüket, tudják, a legfrissebb időjárás híreket fél óránként a 3D-dimenziós tévében, weben és országszerte a nagyobb városok holografikus kivetítőin láthatják. Viszontlátásra! Jó, hát elnézést, egy kicsit ilyen megdöbbentő a... ez a videó. Jaj, most. Try Les Mills on demand free for 30 days. The ultimate fitness app. With the world's greatest fitness classes, including body pump, body combat, body balance and... Elindította a következőt, elnézést. Van egy visszatérés. A diabetítés, szerintem. Aktuális viráltal. Nem, az akkor elkezdi az elejétől. Nem baj, visszamegyünk ide. Elnézést, ha egy kicsit megdöbbentő, de valahol ez a cél ezzel, hogy egy picit néhol megmosolyogtató, de azt gondolom, reméljük, hogy ez nem a valóság lesz, és nem így fog kinézni egy időjárás jelentés 2050-ben, hanem egészen máshogy. Jó, a klímakockázatok és hatásokat egyébként azért ez egy olyan terület, ami jól
jól kutatott és jól lefedett egyrészt a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában. Ezek össze vannak szedve azok a kockázatok és azok a várható hatások, amelyeket az éghajlatváltozás okoz. És ugye két dologról beszélünk, amikor a klímaváltozásról van szó, egyrészt a mitigációról, az, hogy hogyan tudunk csökkenteni a szén-dioxid mennyiségen, a szén-dioxid kibocsátáson, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásán, ide tartozik az az energiahatékonysági beruházások például, amiről ugye a mai nap és a szerdai nap is szól. A másik pedig az alkalmazkodás. Tehát ugye, ahogy mondtam, túl vagyunk az 1 Celsius fokon, 4 Celsius fokos pályán vagyunk, ez már a valóság, ehhez alkalmazkodni kell, meg kell nézni, hogy milyen kockázatai vannak a saját életünkre, a mezőgazdaságra, a gazdaságunkra, a klímaváltozásnak, és meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol ezeket be kell építenünk a kockázatok közé. Tehát most éppen folyik ugye egy olyan live projekt, amiben benne vagyunk, ami pont erről a klímaadaptációról szól, hogy egy vállalat és egy város hogyan tud együttműködni azon, hogy felméri ezeket a klímakockázatait, és a lehetőleg a legjobban tudjon hozzá alkalmazkodni. Ezek a területek, amelyeket a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia is tartalmaz, és ezeken a területen ad meg beavatkozási pontokat. Az éghajlatváltozás várható hatása is jól kutatottak Magyarországon. Itt látható két olyan ábra. Egyrészt ugye a nyári hőhullámoknak a számossága várhatóan növekedni fog, tehát a hőhullámok gyakorisága, azoknak a napoknak a száma, amikor az átlag, napi átlag hőmérséklet meghaladja a 25 Celsius fokot, ezeknek a napoknak a száma várhatóan növekedni fog, és nyilvánvalóan ugye azokban a régiókban ugye ez a városi hőhatás azért itt jelentős. Tehát azokban a régiókban, ahol a nagyvárosok vannak, ugye ez fokozottan jelentkezik. A másik oldalon pedig ugye a csapadék eloszlása látható, és a csapadék változása. Itt is ugye a szélsőségek megjelenése, ugye tudjuk ezeket a nyári villámárvizeket, amik egyre gyakoribbak, ilyen klassz képek is voltak még egy valami korábbi előadásomban, hogy ugye Budapestet, amikor elönti egy ilyen villámárvíz, és akkor nem tudom, a metró aluljáróba ugye nem lehet lemenni, vagy a busznak a fellépőjéig ér a víz, hiszen a csapadék elvezető rendszer az nem erre lett kitalálva, nem erre lett kifejlesztve, és ezért ez nem bírja elnyelni ugye ezeket a... Ezért vannak ezek a klímaadaptációs megoldások, például látjuk Észak-Európában már több helyen alkalmazzák, amikor nem a hagyományos középen megy az út, és mellette esetleg egy kis zöld felület, hanem ezt megpróbálják úgy átalakítani, nagyon sok ilyen képet láttuk, hogy például középen van egy zöld felület, ami képes a csapadék elnyelésére, és mellette találhatók az utak, és ez megpróbálják arra felé elvezetni ezt a hirtelen lezúduló csapadékmennyiséget. Tehát erre már vannak technikák, vannak megoldások, hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Semmiképpen nem az a megoldás, hogy akkor kétszer akkora csapadék, víz elvezető, tehát nem az elsősorban a megoldás, hiszen az csak pár napot érint azért az évben, hanem más megoldásokat kell találni erre. Ahogy mondtam, azért ezt már felismerte az emberiség, és úgy néz ki, hogy a 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény ez volt egy olyan sarokpont, amikor a világ politikai vezetői is emellé álltak, és azt mondták, hogy igen, tenni kell azért, hogy ezek a negatív forgatókönyvek ne következzenek be. Itt látható jobb oldalon ennek a párizsi, ugye COP21-nek nevezett ENSZ klímakonferenciának a logója, ez azóta azért nagyon sok helyen lehet látni. 195 ország írta alá, és nagyon sok már ratifikálta is a Párizsi Klímaegyezményt, köztük ugye Kína, India, és az USA ugye itt most már kilépett, és most belépni készül, úgyhogy elnézést, itt most tegnap előtt óta nem javítottam, hogy most akkor újra belépni készül a klímaegyezménybe, ami azért nagyon jó, mert nyilván a nagy
üvegházhatású gázkibocsátók ugye húzzák egymást, és hogyha egy ilyen nagy kibocsátó kimarad, az akkor akár a kisebbeket arra ösztönözheti, hogy hát ha ugye ő, aki nagy mennyiségben bocsátja ki a széndioxidot, nem tesz meg mindent, akkor talán ők sem. Itt most talán egy olyan egységes fellépés fog következni, ami erre buzdítja a részvevőket. Ezt pedig csak azért tettem ide, itt most pont nem látható. De ugye 2021-ben is lesz egy ilyen klímakonferencia, ezt azóta is minden évben megtartják, tehát nem a 2015-ös volt az újabb, hanem utána jött Marrakesh, és így tovább, és most 2021-ben pedig az Egyesült Királyságban lesz ugyanennek a folytatása. Jó, ugye ennek a lényege a párizsi klímamegállapodásnak, mindig ezt szoktuk elmondani, hogy ugye 2 Celsius fokot az iparosodás korszaka előtti szinthez képest a levegőben lévő széndioxid üvegházhatású gáz koncentráció ne érje el, tehát ahhoz képest az általa okozott átlaghőmérséklet növekedés ne érje el a 2 Celsius fokot, zárójelben pedig lehetőleg a 1,5 Celsius fok alatt maradjon. Ez azért fontos, mert vannak olyan területek a világon, amelyeket már a 1,5 fokos globális átlaghőmérséklet növekedés is jelentősen érint. Ezek ugye bizonyos szigetek, vagy tényleg azok, ugye itt a kisfilmben is említettük, ugye, vagy említése került, Velence, Észak-Olaszország, Hollandia, ahol már egyébként nagyon régóta ilyen gátakat építenek azért, hogy próbálják, ugye ott az egy mély föld gyakorlatilag tengerszint alatt van, ott már fél méteres tengerszint növekedés is óriási különbséget okoz. Viszont van egy olyan része a párizsi klímamegállapodásnak, amit kevésbé szoktunk kiemelni, ez pedig... Ja, itt közben meg is talált a kolléganőm, egy pillanatra visszatennéd? Hogyne. Ja, csak most... Nem, csak nekem, hogy így kupucskáljak, hogy mikor is lesz pontosan. Tehát a COP26 Glasgow-ban lesz 2021. november 1-től 12-ig. Köszönöm szépen. In partnership with Italy, Olaszország lesz még itt, és nagyon szép ez az ábra egyébként, vagy ez a földnek ez a megjelenítés, amit is látható. Igen. Jó, köszönöm. Tehát amit kevésbé szoktak kiemelni, de én azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos, a párizsi klímamegállapodásnak a B pontja, az A pontja az ez, hogy ugye ez alatt kell tartani a hőmérsékletet. A B pontja pedig az, hogy a pénzügyi támogatást kell adni ehhez. Tehát, hogy a pénzügyi befektetéseknek, a pénzügyi megoldásoknak, a támogatásoknak, azoknak az irányban kell mozogniuk, hogy ezt a célt megvalósítsák. És ez egyébként látható mind az EU-s stratégiákban, mint az EU-s pénzeknek a leosztásában, tehát hogy a karbonszegény gazdaságra való átállásnak a pénzügyi támogatása is meg kell, hogy valósuljon, hiszen máshogy ezek a célok egyébként nem érhetőek el. És akkor itt átvezetünk, igen, az EU Green Deal-re, ugye a 2020, pont egy évvel ezelőtt, így 19 végén 20 elején januárban Ursula von der Leyen, EU bizottság elnök asszony jelentette be ugye az EU Green Deal-t, aminek pontosan ez a lényege, a végső cél az az, hogy Európa, és itt kiemelem, hogy Európa, mint kontinens említi, de nyilván az Európai Unió ebben a húzó rész, Európa legyen az első kontinens 2050-re, aki klímasemlegességet eléri. Hogy mit jelent az a klímasemlegesség? Az ugye ez egy vitatott dolog azért, de gyakorlatilag olyan beruházásokkal, olyan ösztönzésekkel a klíma vagy az üvegházhatású gáz, a széndioxid megkötő potenciáloknak az erősítésével és a széndioxid kibocsátás csökkentésével lehet elérni ezt a kvázi klímasemlegességet. Gyakorlatilag ez azért jó, hogyha ismerkedünk ezzel az ábrával, és elnézést, én valahol ezt láttam magyarul, de most nem találtam meg, amikor ezt csináltam a diagramot, úgyhogy ezt most nem tudnám magyarul bemutatni, de gyakorlatilag a körforgásos gazdaságra való áttérés, a zéró kibocsátás hulladéktéren,
ugye a farmtól az asztalig, tehát a mezőgazdaságnak a szerepe, a mezőgazdaság és a vidék ez irányú fejlesztése, a fenntartható közlekedés, a természeti erőforrásoknak a megőrzése, a klímasemlegesség elérése, a tiszta, megfizethető és elérhető energiának a mindenki számára elérhetővé tétele, és a legfontosabb, ami itt alul látható, a pénzügyi támogatás az átállásnak, tehát ugye a transitionnek szoktuk ezt mondani, a pénzügyi támogatása mind a gazdasági szereplőknek, mind az országoknak, mind az egyéneknek a támogatása azért, hogy ezeket a zöldebb megoldásokat tudja használni. Ennek láthatjuk ugye Magyarországon is jelét, és a következő 7 éves támogatási ciklusban, ami ugye 2021-27-ig tart, és ugye a következő hónapokban ezeknek az Európai Unióból származó támogatásoknak az operatív programokban történő megjelenítése történik. Ezekben is abszolút fontos és központi szerepet fog játszani, hogy ezek mentén történnek majd a támogatások. Tehát nem feltétlenül lesz támogatható egy olyan beruházás, egy olyan vállalkozási módosítás, beruházás, eszköz, beszerzés, ami ezzel ellentétes. Be kell majd minden beszerzésnél és beruházásnál mutatni, hogy megfelel ezeknek a fő irányoknak, és energiatakarékosabb, alacsonyabb kibocsátású, fenntarthatóbb megoldások felé történik az átállás, ezek lesznek majd támogathatók a következő 7 éves ciklusban. Ezeket az operatív programokban egyébként most a követ is részt vesz a stratégiai környezeti vizsgálatukban, és ezeket látjuk, hogy ilyen irányba mennek. Jó, és még van egy ilyen szlogentként, ez a leave no one behind, tehát hogy senkit nem hagyunk hátra, tehát az azt jelenti, hogy azoknak az országoknak a támogatása, ahol nagyobb szükség van erre, vagy azoknak a szervezeteknek, egyéneknek a támogatása, az is bele van építve ebbe az európai Green Deal megoldásba. Tehát itt nagyon, nagyon sok tényező, ezek még most állnak föl, még most konkretizálódnak, de az biztos, hogy a jövő és a következő 10-20 év az ennek a jegyében fog telni, mind az EU-ban, mint remélhetőleg nálunk is. A Magyarország a klímacélokról, ugye két dolog, ugye a klímatörvény az idén, tavaly nyáron megjelent, ebben újra, illetve Magyarország is kinyilvánította azon szándékát, hogy 2050-re Magyarország eléri a klímasemlegességet, és 2030-ig 40%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es értékhez képest. A megújuló energiaforrások részaránya pedig eléri a 21%-ot 2030-ra, azért itt zárójeles megjegyzés, hogy ez azért lehetne sokkal magasabb is, úgyhogy itt nagyon, nagyon alap célokat fogalmazunk azért meg. A klímasemlegességet pedig ugye 2050-ben tervezi elérni az ország, vagyis az üvegházhatású gázok kibocsátása és elnyelése egyensúlyba kerül. Amit mondtam, ugye ez egyrészt a kibocsátás, másik pedig az elnyelés, tehát például az erdőknek és azoknak a természetközeli erdőknek a fenntartása, illetve még fokozása vagy a térnyerése, amelyek képesek ezeknek a gázoknak az elnyerésére. Azért ez a klímatörvény elfogadásához hozzátartozik, és ide beírtam, hogy azért több hazai civil szervezet egy közös közleményt adott ki, hogy ami szerint ez a klímaválságot nem oldja meg a klímatörvényben kifejezett célok. És például a már szerdán említett szélerőműveknek a térnyerésére hívja fel a figyelmet, a lakossági napenergia beruházásokat kellene olcsóbbá tenni, és támogatni kellene ugye ezeket a közösségi energiatermeléseket, ezekről részben beszéltem szerdán, hogy az EU-ban is ez az energia közösség az egy olyan terület, ami abszolút
a következőkben fontos lesz, amikor egy közösség, ez lehet egy lakóközösség, vagy egy vállalati közösség is akár egyébként, saját magának termeli meg az áramot, és ott azt fel is használja. Tehát nem kerül be a központi elosztásba, hanem ez a saját közösségben kerül megoldásra. Itt ugye a napenergiának a térnyerése az ugye magával hoz egy olyan problémát, amiről keveset beszélnek, de szerintem Zsolt említette, ez az energiaellátó rendszernek a szabályozhatósága. Ugye azt tudjuk, hogy a nap az vagy süt, vagy nem süt, a szél az vagy fúj, vagy nem fúj. Vannak olyan erőművekre mindig szüksége lesz a magyar energiaellátó rendszernek, amelyek ezeket ki tudják szabályozni. Ezért van szükség a gáz erőművekre, ezért lenne szükség egyébként vízi erőművekre, amiben ugye tudjuk, hogy politika meg a történelem úgy adódott, és Magyarország amúgy sem egyébként nyilván nem erős vízi erőművekben, de a vízi erőművek például azok, amelyek a szabályozhatóságot segítik, illetve a gáz erőművek, amelyek ugye kapcsolhatók. Ugye megint az atomerőmű az nem kapcsolható ki be, az ugye folyamatos alap erőműként működik, erre ráadódik ugye az alternatív, a megújuló energiaforrásnak a változó intenzitása, és ezeket kell tudni ugye kiszabályozni. Ugye tudjuk, hogy a mátrai erőmű az még mindig ugye szénnel működik, az MVM ZRT egyébként tagvállalatunk, és az őtőlük származó információk alapján ez meg fog szűnni itt a széntüzelés, tehát hogy ez meg fog oldódni a következő pár évben. Jó, és itt ugye még ez látható, hogy csökkenteni kell a széndioxid kibocsátást. Sokkal nagyobb mértékben a civilek szerint, és azért ehhez bátran mondhatom, hogy mi is tudunk csatlakozni, mint ahogy az eredeti tervekben van, hiszen hogyha 2030-ig csak 40%-kal tudjuk csökkenteni, akkor ugye 20 évvel később a teljes karbonsemlegességet elég nehéz lehet elérni. Jó, én ezekről ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy érdekesnek találtátok az adatokat és az információkat. Emellett azt gondolom, hogy nem lehet elmenni akkor sem, hogyha most főleg energiáról beszélünk, és akkor az ablakon bedobott pénz programunkról szeretnék egy pár gondolatot. Esetleg van-e valakinek kérdése, akár csetbe föltéve, akár most így? Nem volt a kérdés. Valahol kis tigrisek elvihetők. Igen, egy picit itt elgondolkodtatott mindenkit az időjárás jelentés. Az időjárás jelentés, jó, és kis tigrisek is lesznek. Jó. Zsolti Gábornak van egy kérdése. Juditnak is lesz. Fúziós energia kísérletek, amelyek nem tartalmazzák az atomenergia művek veszélyeit, nem beszél erről senki. Hát ezeket megmondom őszintén, én is csak így a híradásokból, meg érdekességből tudom. Igen, folynak ilyen fúziós, ami állítólag megoldaná az emberiség energia problémáját. Szerintem mihelyt meg tudja oldani, akkor ezt be fogják jelenteni, és akkor tudni fogunk róla. Én azt szeretném mondani, és valahogy folyamatosan azt érzem, a héten nagyon sok rendezvényen vettem részt, hogy arról nem merünk beszélni, hogy a fogyasztás csökkentésével mekkora eredményeket lehetne elérni, mert nekem például azt mondták a héten, hogy antikapitalista vagyok. Viszont büszkén vállaltad. Persze, hogy vállalom, nem is erről van szó, csak hogy tényleg, hogyha a beruházás vagy a intézkedésre szánt pénzeknek csak 10%-át fordítanánk arra, hogy a fogyasztás csökkentésére tanítsuk meg az embereket, a visszafogottságra. Abszolút. Nagyon nehéz, mert rögtön szembe mész a fogyasztói társadalommal, rögtön szembe mész. Én látom, a Procter & Gamble milliárdokat költ arra, hogy visszaforgatható műanyagba csomagolja. Nem arra költ milliókat, vagy milliárdokat, hogy kevesebbet termeljen. Mm-hmm. Tehát, hogy nem merünk erről beszélni, kellene beszélni, főleg civil szervezeti szinten, és amit én olvastam, hogy például a tavaly a fenntartható fejlesztési célokra félretett pénzeknek nagyon nagy részét a kormányok elhasználták a COVID
gazdasági hatásainak a csökkentésére. No. Abszolút, köszönjük, Judit, és egyetértünk, tudod jól, hogy mi is ezt támogatjuk, és ezt képviseljük, abszolút, tehát, hogy összességében a fogyasztáson kellene csökkenteni, és ugye ez a rethink, tehát újra gondolni az egész rendszerünket, ugye alapjaiban, csak ez most ugye nem mentünk bele ennyire a részletekbe, de ugye alap problémák, ugye, amit a még talán az elején szerdán mutattam, ugye a szófelünket, ahol a legfontosabb dolgaink vannak, ugye a fenntartható gazdaság van középpontban, egyfajta olyan közgazdasági paradigma váltást szorgalmazunk, és ezt ugye főleg ugye a Tóth Gergely főtitkárunk dolgozik ezen, ami ugye az alaprendszert befolyásolja, és nem ugye a fogyasztói társadalom, meg a fogyasztás mellett van, hanem tényleg egyfajta átgondolás, visszalépés, mind a vállalatok, mind a kormányok, mind egyébként az egyének részéről. Amit ebből meg tudunk tenni, az valóban az, hogy a saját életünkben, illetve a saját vállalkozásunkban átgondoljuk azt, hogy hogyan lehetne eleve csökkenteni. Ugye itt volt szerintem a Tamás előadásában volt szerdán, hogy ugye a legzöldebb energia az, amit nem fogyasztunk el. Hát ez nyilvánvaló. Meg a lehető legzöldebb energia, amit meg sem kell termelni. Egyébként erre vannak jó kísérletek, ugye van nekünk ez az ablakon bedobott pénzprogramunk, és emellett van a... Jaj, most hirtelen akartam mondani. Van egy ilyen zöld erőmű program, most nem lehet, hogy nem pont így hívják. Ugye összeszámolják a vállalatoktól azokat az energia mennyiségeket, amit nem is kell megtermelni, mert annyival csökken, és itt fogok rákanyarodni erre az ablakon bedobott pénzre, annyival csökken ugye az energia fogyasztás, hogy nem kell, mondjuk egy erőművet le lehetne kapcsolni, például egy szénerőművet, egy gázerőművet, ha le lehet kapcsolni, és igazad van, hogy ez az első, a fogyasztás csökkenés, az első, amit meg kell lépni. Jó, Tamás is szeretne hozzászólni? Tulajdonképpen csak erre szeretnék ráerősíteni, illetve egy kicsit negatív lesz, amit értem, mondok, de válság kell ahhoz, hogy erre az emberek rájöjjenek. Tehát valamilyen módon emelni kell a csomagolóanyagok árát. Ez látszik, milyen szépen bejött a Tesco-s táskáknak a ma is elérhető, csak pénzért elérhető vétételével, töredéke fogy annak a nejlonszatyornak, hiszen ma már nem ingyen dobják utánunk, hanem fizetni kell. Ha csak 100 forintot, vagy 10 forint, vagy 5 forintot, én azt gondolom már ennek is van hatása. Ennél sokkal tragikusabb, hogy akkor, amikor szükséggazdaságban éltünk, és várni kellett 10-15 évet egy autóra, akkor megbecsültük az autónkat. Ma, amikor utána dobják, és jó, hát persze ez erős túlzás, a 8-10 milliós autót nem annyira dobálják az ember után, de látszik, hogy bánunk a korábban nagy értéknek tartott 100 000 forintos autóhoz képest a mai több milliós autóinkkal, akkor ez megint csak azt erősíti bennem, hogy igen, szükséget kellene valamilyen módon generálni. Az valószínűleg egy rendező elfként segíteni a környezet állapotát. Nézzük csak meg azt, hogy tisztult ki a levegő tavaly Kínában, amikor márciusban a karantén általános elrendelt lett. Nem csak Kínában, máshol is lehetett érezni. Lehetett közlekedni a városokban. Tehát úgy tűnik, hogy képesek voltunk túlélni, képesek voltunk alternatív módokon, akár most is online konferenciázni, és én azt gondolom, a hatékonyság ennek legalább olyan jó, hanem jobb, mint amikor az ember 4 órát utazik, mire odaérkezik Budapestre a konferencia helyszínre, eltölt 4-5 órát a konferenciával, utána újra 4-5 órát hazautazik. Nem is lennék sajnos részese ennek a mostani programnak sem, hiszen ennyi szabadságom nincsen, amennyi időt én el tudtam tölteni munka mellett a tavalyi és az idejében is már ezeken a hasznos képzéseken való részvételt. Tehát azt gondolom, hogy addig, amíg a gondolkodásunkat nem változtatjuk, meg nem változik semmi, ezt erről beszéltünk eddig. Viszont azt is látom, hogy a gondolkozásunkat, mivel elkényelmesedtünk, elzsírosodtunk, ellanyhultunk, és ha nincs kényszerítő erő, és akkor hadd ne említsek ilyet, hogy háború, forradalom, bármi olyan, amikor nem lehet élelmiszert kapni, tudjuk azt, hogy mennyire másabb volt a
háború alatt mondjuk egy táborban egy 20 dekás kenyér, mint ma, amikor a kilós kenyereket látjuk a szemétbe dobva, mert ránk szárad, ránk romlik. Én azt gondolom, hogy elég szomorú ez a prognózis, de valahol a hatékony intézkedéseket én már kezdem úgy látni, hogy egy ilyen válság, egy krízis fogja kiváltani. Abszolút egyetértek, igen, egyébként. És valahol ezekben a lehetőséget kellene látnunk, hogy igen, akkor ez most ez egy pont. És egyébként elég optimisták is voltunk, ugye mi is láttuk a számokat, a széndioxid csökkenést a globálisan, ugye a tavasszal, amikor ugye leállt a gazdaság, és egyébként kicsit optimisták is voltunk, hogy na most akkor ez egy olyan pofon, ami egy nem várt pofon az emberiségnek vagy a gazdaságnak, és talán nem ugyanazt az utat követi, de most egy picit azt látjuk, hogy talán még ugye utol akarjuk érni saját magunkat, és talán még gyorsabban szaladunk, ugye a felé, bizonyos szakadék felé, hogy minél előbb érjünk már oda, mert igen, tehát egy picit mi is ezt reméljük, hogy egy olyan, hogy talán egy olyan új ösvényre térhet rá az emberiség vagy a gazdaság, ami eltér az eddigitől, és talán ez egy fenntarthatóbb felé, de lehet, hogy ez egy ilyen, nekünk zöldeknek van egy ilyen illúziónk azért. Különben nem csinálnánk ezt, hogyha nem hinnénk benne, hogy valamit azért itt lehet tenni. És akkor a Judit írt még egy jót, hogy a kényszer nagyúr felénk, ezt így mondják, még egy gondolat, paradigmaváltásra nincs esély, de paradigmaváltás nélkül esélyünk sincs, igen, egyetértünk. Lehet majd hozzászólni. Hogyne, Gábor, igen. Ja, bocsánat, még itt két dolog, mielőtt Gábornak adom a szót. Virtuális erőmű programnak hívják, meg lehet nézni a neten, esetleg ezt is elküldjük a chatbe, ami egy nagyon érdekes, pontosan ezt mutatja, hogy a vállalatok által megspórolt energia, mekkora az az energia, és mennyi erőművi kapacitás lehet lekapcsolni azáltal, hogy csökkennek ezek a felhasznált energiák, fogyasztott energiák. A másik pedig, amire Tamásra még visszareflektálnék, abszolút azt gondolom egyébként, hogy sokat tanultunk ebből a múlt évből és ebből a válságból. Az egyik, amit mi is megtanultunk, és szerintem mindenki, az, hogy lehet messziről is, lehet távol is képzést tartani, tréninget tartani, konferenciát tartani, még auditot is tartottunk, megmondom őszintén, zöld iroda auditot is tartottunk itt távon. Tehát, hogy ezeket meg lehet tenni, és valóban működik, és lehet, hogy még időt és széndioxidot is spórolunk azáltal, hogy nem megyünk el egy helyre, egy képzésen együtt üljünk egy teremben. Bár, ahogy el szoktam mondani, képzésen mindig a kávészünet a legértékesebb, amikor együtt tudunk beszélgetni, ez most hiányzik nyilván. Igen, Gábor? Egy-két megjegyzést tettem volna először a klímaváltozással kapcsolatban. Az én véleményem az, hogy az egész nézetvilágunk, statisztikájunk minden statikus. Tehát arról alapul, amit ma tudunk. És mivel egy rendkívül felgyorsult tudományos időszakban vagyunk, nyilván, hogy 30 év múlva a világegyetemről mindenről sokkal többet fogunk tudni. A kísérletek és minden, ami történik, gőzerővel ebbe az irányba megy. Tehát én úgy érzem, hogy ma értékítéletet mondani 2050-ről lehetetlen, mert ez olyan, mintha a középkorban valaki meg akarta volna jósulni a kapitalizmus bekövetkezését. Tehát ebben a statikus gondolkodásban mindig katasztrofális képek alakultak volna ki, mert ugyanígy volt ez minden történelmi időszakban. Ez csak egy megjegyzés, hogy egy kicsit dialektikusabban kellene szemlélnünk a világ folyamatokat minden ilyen szempontból. A másik megjegyzésem az, hogy a globalizáció és a mikro-kisvállalkozások világa között jelenleg nincs harmónia. A globalizáció túllépett azon a nagyságrenden, amit a helyi, lokális, kistérségi érdekek jelen pillanatban kívánnak. Kényszerként jön a globalizáció mifelénk, nekünk kell alkalmazkodni, viszont ez azzal jár, hogy egy olyan fogyasztói társadalmi modellt erőltetnek ránk, amely tulajdonképpen a legsúlyosabb szociális és gazdasági válságokhoz fog vezetni. Ez a veszély benne van, tehát ezt nem lehet elhallgatni. Ha ezt a harmóniát nem sikerül
legalább közelíteni egymáshoz, és az Ipartestetek Országos Szövetsége ezért kardoskodik az utóbbi években egy mikrovállalkozási politika kialakulása mellett Európában és mindenhol, mert hogyha ez az egyensúly nem jön létre, akkor viszont szociális válság fog kialakulni bizonyos szempontból, mert a technológiai forradalom az egyre kevesebb emberi munkára alapoz, hiszen a legfontosabb dolgok ma is a mesterséges intelligencia fejlesztés, a robottechnológia, és ebbe az irányba megyünk. Mit fognak akkor az egyre növekvő számú emberek csinálni? Ez szociális kérdés, ezzel előbb-utóbb szembe kell nézni. Tehát ez csak egy ilyen megjegyzést akartam hozzátenni, hogy az kisipar mindig azt képviselte, hiszen javítószerelő tevékenységet folytat, hogy amit meg lehet javítani, ne dobjuk el, hanem javítsuk meg. Most egyre inkább eldobjuk. És még itt tartunk, hogy újabb és újabb termékeket állítsunk elő. De nehéz szembenézni ezzel a szociális bekövetkező átalakulási folyamattal, mert ez békében soha nem ment, és egyetlen példát hadd mondjak, egy 1990-ben volt egy európai kézműipari csúcstalálkozó a Magyar Parlamentben. És az akkori német főtitkár, aki korábban parlamenti képviselő is volt, hallgatva azt, hogy mindenki fölugrált, iparosok, hogy ez a baja van, ez a baja van, ez a baja van, hogy ez magas, ilyen adó magas, minden magas, akkor mondott egy mondatot, ami én bennem örökké rögzült, hogy uraim, mondta ez az úriember, tudják maguk, hogy miba kerül ma Európában egy óra béke? És én bennem ez nagyon rögződött, tehát én szerintem a béke fönntartása mindenek előtt fontos. Az amerikai elnök is valahogy úgy nyilatkozott most beiktatásakor, hogy Amerikában is békét kell teremteni a felek között. Tehát anélkül nincs gazdaság, anélkül nincs semmi, anélkül visszamegyünk 100 évet, hogyha nincs béke. Ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen hozzászólásokat. Így messzire kalandoztunk, de hát ez hozzátartozik, mert látjuk, hogy az energia takarékosság, vagy az energiáról való beszélgetés nem lehet enélkül, ezek nélkül, a mélyebb tartalmak nélkül megtenni. Most egy picit kanyarodjunk vissza, és hogyha megengeditek, akkor most nem tartanánk szünetet, nyilván aki nem beszél rajtam kívül, mindenki más tud szünetet tartani egy picit, úgyhogy egy kávét lehet hozni, vagy technikai szünetet lehet tartani. Egy picit megcsúsztunk idővel, úgyhogy én inkább mennék tovább, jó? Az ablakon bedobott pénzprogramunkból szeretnék egy párat bemutatni így előadás keretében is, és utána pedig a Követ 25 programról készült kis videót fogjuk bemutatni. Az ablakon bedobott pénzprogramunk, aki ismer minket, az tudja, hogy ez egy nagyon régi programunk. 2002-ben kezdtünk el beszélgetni a vállalatokkal arról, hogy hát segítsenek nekünk összegyűjteni azokat az intézkedéseket, amelyek náluk környezetileg és gazdaságilag is megtérülnek. Ez akkor egész forradalminak számított, egyébként úgy kellett őket győzködni, mert mindenhol azt kaptuk visszajelzésként 2000-es évek elején, hogy környezetvédelemre most nincs pénzünk, most előbb meg kell erősíteni a kis gazdaságunkat, a vállalkozásunkat, na és majd, ha már jól megy nekünk, majd akkor foglalkozunk környezetvédelemmel. Ez volt igazából az a motiváció, ami arra sarkalt bennünket, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a környezetvédelem az nem mindig plusz pénzbe kerül, hanem igen sokszor megtakarításokat eredményez a vállalatoknál. Olyan sikeresnek bizonyult ez a program, mi sem gondoltuk volna, azt gondolom az elején, amikor itt tervezgettük ezt a logót 2002-ben, hogy idén, illetve tavaly, elnézést, még szoknom kell ezt a 2021-et, tavaly 2020-ban már a 13. kötet, így néz ki a egy-egy ilyen ablakon bedobott pénz kötetünk, ez most a legújabb, ez pedig az egyel korábbi, a 2017-es, ebből fogok bemutatni példákat, és itt láthatók azok a számok,
hogy összegyűjtve a 13 esettanulmány kötetbe mennyi intézkedés jelent eddig meg. Tehát összesen be tudunk számolni 542 intézkedésről, 152 esettanulmányról, ami 103 szervezetnél jött össze, és ezeknél a szervezeteknél mintegy 234 ezer ember dolgozik. Megkülönböztetünk itt mi az ablakon bedobott pénz programban, úgy mondjuk az intézkedéseket, mint a különböző gyümölcsök lennének, ugye, hogy vannak ilyen mosott gyümölcstálban intézkedések, ami azt jelenti, hogy nem kerül beruházásba. Tehát egy átszervezéssel, egy átgondolással, egy racionalizálással lehet csökkenteni a kiadásokon és a környezeti terheken, és nem is kerül pénzbe. A következő az alacsonyan csüngő gyümölcs, ami 3 éven belüli megtérülést okoz. Azért ez egy olyan dolog, amit még személyesen, vagy egy kis vállalkozás is meggondol, és akár meg tud lépni, tehát ami 3 éven belül megtérül, akkor igen, veszek egy új, egy modernebb, vagy egy hibrid autót például, kicserélem a kazánt, ugye szigetelés, nyilászáró, napenergia, az már ugye nem ide tartozik, az már ugye magasan csüngő gyümölcsökhöz tartozik, ahogy szerdán hallottuk is, meg a visszajelzésekből, ez a 3 éven túli megtérülési idővel rendelkező beruházásokat mutatja. Itt látszik, hogy hány ilyet sikerült összegyűjtenünk. A bal oldalon a fő környezeti mutatók, tehát azok az erőforrás megtakarítások vagy kibocsátás csökkentések, amiket elértünk az ablakon bedobott pénzprogram. Bocsánat, nem mi értünk el, a vállalkozások értek el, a vállalatok, mi csak összegyűjtöttük ezeket. De hát azért ezek nagyon szép számok, 882 gigawattóra villamosenergiával használtak a vállalatok kevesebbet, 74,3 millió köbméter földgázzal használtak kevesebbet, 1438 gigazsúl távhőt nem használtak el, és például, ha már ugye itt klímaváltozás, akkor 565 ezer tonna széndioxiddal került kevesebb a levegőbe. A jobb oldalon pedig ugye, amivel próbáljuk alátámasztani, hogy megéri ezekkel az intézkedésekkel foglalkozni a vállalatoknál, az pedig az, hogy mekkora megtakarítást lehet elérni. Tehát összesen ezekkel az intézkedésekkel majdnem 42 milliárd forintot takarítottak meg a vállalkozások. Ugye vannak olyan intézkedés csomagok, amelyek, vagy típusok, amelyek jól hozzák ezeket a megtakarításokat, valamelyek kevésbé. Az energia az tipikusan oda tartozik, amivel jó megtakarításokat lehet elérni. Kettő példát hoznék így a 2017-es évből, és utána pedig megnéznénk majd a kis filmet. Ez az egyik a Videótonnak a példája, ez a kaposvári üzemük, ahol ilyen különböző háztartási berendezéseket gyártanak, vagy háztartási kisgépeket gyártanak, amik itt a képeken vannak. Általában így megrendelésre pár évig gyártják, és aztán új megrendelés jön, tehát körülbelül ezt így kell elképzelni. Nagy részben műanyag fröccsöntéssel foglalkoznak egyébként, és hozzáteszik ugye a berendezésekben a fém részeket. Itt a hűtés volt egy olyan központi dolog, amit ők megléptek, tehát ugye a műanyag fröccsöntő technológiához nekik elengedhetetlen volt a megfelelő hűtés. Ezt 8 hűtőgép és 2 darab ilyen pároloktató hűtővel oldották meg, amihez tartozott egy 400 köbméteres tűzi víztározó, és így az éves vízfogyasztásuk az jelentős volt, mint egy 1000 köbméter vizet, és nagyon sok energiát használtak fel. Az új rendszert építettek ki erre a hűtőgépre, 2 jó hatásfokú hűtőgépet, ami távvezérelt hűtőgépet tudtak betenni, egy zárt puffertartállyal ellátni hőmérséklet szabályozóval, nyomásszabályozással, és így jelentősen csökkentettek mind a vízfelhasználáson egyébként, mind pedig az energiafogyasztáson. Itt látható a vízmegtakarítás, a villamosenergia megtakarítás, amit elértek. Ugye a vizet nyilván kezelni kellett korróziógátlóval, algaöllővel, tehát elég sok vegyi anyagot kellett ugye a vízhez hozzáadni, ezt is meg tudták takarítani, és számoltak egy széndioxid egyenérték megtakarítást is évente. Pénzügyileg ez 15,5 millió forintot jelent a vállalatnak ugye évente, ami egészen konkrétan a megtérülésben, most ezt így nem írtam ide ki, vagy nem tudom, hogy a következő ábrán itt lesz-e. Egy összesített ábrán nem.
akkor ebben megtennéd, hogy ebben ja, meg is van. Igen, itt a megtakarításhoz 2,9 év, tehát ez még pont a, ennek a, ez még pont az alacsonyan csüngő gyümölcs kategóriába tartozott, mert egy 44 millió forintos beruházási költséggel számoltak. Aztán egy kazáncsere programot hajtottak végre, amiben a fűtésrendszerhez tartozó kondenzációs kazánokat gondolták át, és kazáncsere, tehát hogy csökkentették a kazánoknak a számát, felújították a kazánokat, itt földgáz megtakarítást, és ezzel együtt ugye széndioxid egyenérték megtakarítást is tudtak elérni. Ez is egy 3 éven belüli megtérülési idővel rendelkező dolog volt, ami nyilvánvalóan egy ekkora vállalatnak egyébként nem okozhat problémát, egy 3 éven belüli racionális döntés volt igazából. A világítás korszerűsítés, azt gondolom, hogy ez egy ilyen örökzöld téma. Jó pár évvel ezelőtt elkezdődött az üzemcsarnokokban, a termelőgyártó vállalatoknál, de a kisebb telephelyeken, üzemekben is, műhelyekben akár világítás korszerűsítés. Nyilván egy nagy üzemben ez több lépésben történik meg. Nem is kérdés, hogy az új ledes világítása sokkal alacsonyabb üzemelési költséggel működik, sokkal alacsonyabb energiafogyasztással működik, és így a fénycső hulladék is, ugye ezeknek hosszabb az élettartamuk, ezért még a veszélyes hulladék mennyiség is csökkent, amit évente eddig termeltek. Ez egy 2,1 millió forintos éves megtakarítást hozott a szervezetnek, de mivel hogy viszonylag jelentős volt a beruházási költsége is, ezért ez egy 3 éven túli megtérülési idővel rendelkező, de éppen csak túlhaladja 3,2 év a megtérülési ideje, és itt látható, hogy 45 tonna széndioxid egyenértéket tudnak ezzel megspórolni évente. Úgyhogy ez volt a Videótonnak a példája, ezzel egyébként el is érték az egyik környezeti megtakarítási díjat ezzel az intézkedés csomaggal. A másik, akit szeretnék bemutatni, ez a Magyar Cukor ZRT, ugye tudjuk, hogy Magyarországon már csak egy cukorgyár van, ez itt Kaposváron, az Agrana osztrák tulajdonban lévő cégcsoporthoz tartozik gyakorlatilag, a kaposvári cukorgyár. Itt történik ugye ennek a koronás cukor néven ismert cukornak az előállítása, ugye cukorrépából. A cukorrépának az egy nagyon érdekes technológia, egy bocsánat a kitérőért, de gimnáziumban mi megtanultuk a cukor feldolgozást, ugye répából és szépen a melasz és minden, az egy nagyon izgalmas dolog, de itt most a lényeg az, hogy elég sok ugye mezőgazdasági melléktermék keletkezik, vagy feldolgozási melléktermék keletkezik a cukorgyártás során, amire ők ugye biogáz üzemet létesítettek, már 2007-ben egyébként. Ami itt látható, ez a nagy fehér lufi, így gyakorlatilag itt a jobb oldali ábrán, az konkrétan itt a biogáz tárolására alkalmas berendezés, és mellette pedig fermentorok vannak, ahol ezt az élelmiszeripari mellékterméket, ugye magát a feldarabolják, megmossák, feldarabolják, kiszedik belőle ugye azt az anyagot, amiből aztán a cukor van, és mindez pedig a fermentorokban megfelelő baktériumokkal ugye biogázt állítanak elő belőle. Azt kell érdekességnek tudni, hogy ugye a cukorgyártás az nem egy egész éves folyamat. Itt látható, hogy a cukorrépa feldolgozás az a kampány időszakában van mindig, ami egy ilyen szeptember 10-től január 10-ig tart körülbelül. Tehát igazából a cukorgyártás az ebben az időszakban valósul meg. Viszont ez a mezőgazdasági melléktermék, és utána a fermentor és a biogáz előállítást, azt kihúzzák a kampányon kívüli időszakra is, és így tovább történik ennek a feldolgozása. Itt láthatók a fermentorok, ahol ugye ez a préselt cukorrépa itt alulról bemegy a fermentorokba, itt különböző fermentorok vannak, és ott keletkezik ugye az a biogáz, ami bemegy a biogáz tartályba.
azért itt látható, hogy 200 ezer köbméter biogázt állítanak elő naponta a kampány időszakban. Tehát azért ez óriási, óriási mennyiség, és ebből egyébként 24 millió köbméter biogáz állítható elő ugye éves szinten a cukorgyárnál. És a biogáz termelést itt ezekkel a beruházásokkal kampányon kívüli időszakban is tudják folytatni, és a földgáz minőségű gáz keletkezik, a biometán, amit aztán tisztítanak, egy gáztisztításra különböző szennyezőket ebből le tudják választani, meg a széndioxidot, és ebből biometánt állítanak elő, tehát a biogázból, mint egy 5 millió köbmétert évente, ez óriási mennyiség, és ezt a biometánt aztán betáplálják a normál földgáz vezetékbe egyébként. Ez Magyarországon legalábbis 2017-ig, most megmondom őszintén, ma nem néztem utána, hogy azóta csinál-e valaki ilyet, sejtem nem, mert ez olyan óriási mennyiség, hogy szerintem ezzel nem sokan rendelkeznek. Tehát konkrétan a földgáz vezetékbe tudják ezt a tisztított biometánt betáplálni milliós nagyságrendben. Én most ezzel nem mennék bele, bocsánat, membrános tisztító technológiába azért annyira nem hiszem, hogy járatos vagyok, viszont itt az előadásban benne volt, de ez mondjuk ez látványos, itt maga ez a berendezés az, ami ezt tudja, ezt a tisztítást, és utána pedig a földgáz vezetékbe való besajtolást tudja elvégezni. Itt látható, hogy a biogázüzem megépítése és üzembe helyezése történt meg, és utána, tehát itt időrendben látható, legutolsó ez a biometánt előállító gáztisztító üzembe helyezése, hogy ez milyen nagyságrendben történt, és akkor itt látható, hogy ez az 5 millió köbméter biogáz kerül így felhasználásra. Nyilvánvalóan ez egy óriási beruházás volt, ez egy magasan csüngő gyümölcs, de egy nagyon nagy eredményt értek el ezáltal.